teljesen megtelt a római Kolosseum előtti tér. A Via Crucis, azaz a keresztút évszázadokra visszatekintő hagyománya során Jézus szenvedés történetének 14 állomását elevenítik fel a katolikusok. A krisztusi passió 14 állomása az ókori amfiteátrumtól a szemközti Palatinus domb magaslatáig haladt. Ferenc pápa egy emelvényről figyelte az eseményt, amelynek során többen is magukra vették a keresztet. A keresztút végén Ferenc pápa imát mondott. Vezesd az ellenfeleket, hogy kezet fogjanak egymással, hogy megízleljék a kölcsönös megbocsátást. Fegyverezd le a testvér testvér ellenemelt kezét, hogy ahol gyűlölet van, ott kivirágozzon az egyetértés. Add, hogy ne viselkedjünk Krisztus keresztjének ellenségeiként, s így részesedjünk föltámadásod dicsőségében, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen. Az előző években a teljesen üres Szent Péter téren zajlott a keresztút, melyet a hívők interneten követhettek. Ferenc pápa mellett akkor csak a keresztet vívők voltak jelen.